ábrázoltam. És akkor jöjjön a következő dia, az utolsó, bár elég hosszú gondolata a mai előadásomon. Mi történik akkor, hogyha két galaxis összeütközik? Ugye azt láttuk, hogy mintha igaz lenne az, hogy össze tudnak ütközni a galaxisok. Azt is látjuk, hogy vannak szuper nehéz fekete lyukak a középpontjukban. Azt gondoljuk, hogy ha összeütköznek a galaxisok, a magjuk is összeütközik, és előbb-utóbb a két fekete lyuk is össze fog ütközni. Egymás körül keringenek egy kettős rendszerben, folyamatosan energiát veszítenek, csökken a pálya, távolság, és egyszer csak összefornak. Einstein, amikor 100 évvel ezelőtt közzétette a relativitás elméletét, akkor megjósolta, hogy kellenek létezzenek gravitációs hullámok. A gravitációs hullámokat azt úgy kell elképzelni, mint amikor az Einstein-féle görbült teret ismeretterjesztő filmeken vagy rajzokon ilyen begörbülő gumihálóval ábrázolják. Mintha megráznám ezt a gumihálót, és abban hullámok terjednének végig. Mi tudja megrázni a gumihálót? Mi tud hullámokat, gravitációs hullámokat kelteni? Hát nagyon gyorsan változó, nagyon erős gravitációs tér. Mi azt gondoljuk, hogy az egymás körül keringő, szupernehéz fekete lyukak, azok a legerősebb és gyorsan változó gravitációs erőtér. Amikor összeolvad két fekete lyuk, az a legerősebb gravitációs hullám, amit el tudunk képzelni a természetben, hogy keletkezik. Éppen ezért ma már az én csoportom is a gravitációs hullám kísérletekben azért vesz részt, azért keressük a gravitációs hullámokat, mert ha egyszer végre lenne egy olyan érzékeny műszerünk, ezek nagyon kicsi hullámok a térben, nagyon nehéz őket megmérni, kimutatni. Ha végre felfedeznénk direkt módon ezeket a gravitációs hullámokat, akkor igazából előbb-utóbb meg tudnánk mondani, pláne ha rendszeresen tudnánk ilyeneket észlelni, hogy milyen rátával és hogyan olvadnak össze kisebb vagy nagyobb fekete lyukak. És akkor meg tudnánk mondani, hogy korábban, nagyon távolról most hozzánk fénysebességgel terjednek ugyancsak a gravitációs hullámok, fénysebességgel most hozzánk érkező gravitációs hullámok információt adnak arra, hogy korábban milyen sűrűn, hogyan olvadtak össze galaxisok. A numerikus relativitás elméleti számolások ott tartanak ma már, hogy ilyen szimulációkat lehet készíteni. Itt van kettő fekete lyuk, ez az egyik, ott a másik, és ezek a kontúrok, ezek a gravitációs hullámok. Amikor elkezdenek egymás felé közeledni, most távolról nézzük a filmet, az összeadás pillanatában hatalmas erősségű, ebben a pillanatban most, hatalmas erősségű gravitációs hullámokat várunk. Aztán ezek persze lecsillapodnak, ahogy egy nagy fekete lyuk lett a kettőből, ahogy összeolvadtak. De azt gondoljuk, hogy az ilyen összeolvadások azok követik a galaxis összeütközéseket, és azt gondoljuk, hogy az ilyen összeolvadások lehetnek a legerősebb gravitációs hullámforrások, ezek lehetnek az első gravitációs hullámok, amelyet a detektoraink talán érzékelni fognak majd. Ezen a dián, és erre már nem lesz túl sok időm, azt vázoltam föl, hogy a relativitás elmélet milyen kísérleti bizonyítékait találtuk meg az elmúlt 100 évben. Hadd ne részletezzem, de a fényelhajlást meg tudtuk mérni már az 1910-es évek második felében egy napfogyatkozás megfigyelésével, a Merkur pálya elfordulását megértettük azonnal, ahogy az elmélet közkincsé vált, azaz a Merkur pálya elfordulása kvázi egy kísérleti bizonyítéka, hogy jó a relativitás elmélet. Pand és Repka felfedezte, vagy kimutatta 1960-ban az úgynevezett gravitációs vörös eltolódás, Martin Schmidt 63-ban megtalálta az első kvazárt. A kvazár az egy indirekt bizonyíték arra, hogy a relativitás elmélet helyes, hiszen a relativitás elmélet mondja azt, hogy vannak fekete lyukak. A kvazár meg azt mutatja, azt mondtam, nincsen semmilyen más értelmes fizikai magyarázat, hogy miért lehet ilyen fényes pontszerű objektum, hogy az egy fekete lyuk kell legyen, ami egyébként gáz szív magába. A kvazárok megtalálása az indirekt módon azt bizonyítja, hogy vannak fekete lyukak, az meg indirekt módon azt bizonyítja, hogy helyes a relativitás elmélet. És ezt még sokáig sorolhatnám, de a leglényegesebb dolog az, hogy az utóbbi 10-20-30 évben keressük direkt erre a célra épített detektorokkal a gravitációs hullámokat. A legutolsó generációja a gravitációs hullámoknak, az körülbelül így néz ki, mint itt balra fönt.
ez a Hanfordban lévő LIGO obszervatórium. LIGO az a Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Ez úgy működik, hogy itt balra le van rajzolva, hogy van két hosszú kar. Ez a cső itt a sivatagban, ez 4 kilométer hosszú, ember méretű vagy épület méretű a keresztmetszete. Benne egy vákumcső van, amiben egy lézerfény szaladgál oda-vissza a két végén 4 kilométerre egymástól elhelyezett tükrök között. És ebben az egyik karban esetleg megnyúlik a tér, hogyha jön a gravitációs hullám, a rámerőleges karban, ami itt van a képen, csak nem látszik, a rámerőleges karban egy kicsit rövidül a kar hossza, és akkor interferometrikus alapon ez az interferométer ezt a rezgést ki tudja mérni. Azt tessék elképzelni, hogy ez ugyanaz a kép, csak fölülről, itt jobban látszik a két kar, hogy 10^-21-en a nagyságrendje a gravitációs hullám jelenségnek, ami annyit jelent, hogy ha egy méteres ruddal próbálom kimérni a gravitációs hullámot, akkor annak 10^-21-en méterrel változik csak meg a hossza. Nem kell attól tartani, hogy a fülem elkezd rezegni, hogyha itt két feketejük összeolvad, és úgy megmozdul a tér. Ha 4 kilométerre nyújtom a kar hosszat, és még a tükörrel, egy Fabry-Perot cellával még oda-vissza többször visszaveretem, hogy még hosszabb legyen a fény útja, mielőtt kilép az interferométerből, akkor is még az atom mag átmérőjénél sok nagyságrenddel kisebb távolságot kell tudjak megmérni. Ez szinte lehetetlen feladat. 10 éve működik a LIGO, folyamatosan nő az érzékenysége, de még ma sem tartunk ott, hogy ki tudjuk mutatni a gravitációs hullámokat. Ami rendben van, mert hulla pontosan tudjuk, hogy mekkora az érzékenység a LIGO-nak, és tudjuk, hogy most ez az érzékenység még nem elég a gravitációs hullámok kimutatására. Ami nagyon biztató az az, hogy a LIGO, mi 2007-ben csatlakoztunk, de ők már 2000 óta csinálják ezt a fejlesztést. 2000-ben azt mondták, hogy ha ennyi meg ennyi pénzt kapunk, egészen pontosan $500 milliárd az NSF-től, a National Science Foundation-től Amerikába, akkor 10 év alatt, mondjuk 2000 és 2010 között így fog nőni az érzékenység. És a szavukat tartották. Tehát tényleg technikailag sikerült megvalósítani azt az érzékenység növelést, amit ígértek 2000-ben. És hogyha ez a fejlődés pontosan így megy tovább, akkor néhány éven belül elérjük azt az érzékenységet, ahol már kell lássuk a gravitációs hullámokat. Úgyhogy én ezért nagyon bizakodom, hogyha valami balszerencse közben nem jön, ha az elmélet tényleg helyes, hogyha a kísérleti berendezést megfelelően lehet finomítani a következő néhány évben, akkor néhány év múlva fogunk látni gravitációs hullámokat, és akkor fogunk látni összeolvadó fekete lyukakat is. A LIGO, mivel Földön van, és 4 kilométer mindösszesen a kar hossza, csak rövid hullámhosszú, azaz nagy frekvenciájú gravitációs hullámok kimérésére lesz érzékeny. Kicsi fekete lyukak, mondjuk naptömegű fekete lyukak, amik egy szupernova robbanás után maradnak vissza, azok olyan picik, hogy gyorsan keringenek egymás körül, és olyan nagy frekvenciás, azaz olyan rövid hullámhosszú gravitációs hullámot tudnak csinálni, ami a földi detektorral érzékelhető. Az előbb átugrottam ezt a diát, de ez nagyon fontos. Azt tervezzük, hogy a következő évtizedben az űrbe is telepítünk ilyen műszert, ami gyakorlatilag 3 űrszonda, egy háromszög alakú interferométer lesz, és a 3 űrszonda egymástól 5 millió kilométer távolságban fog keringeni a Földet követve, ez ugye 10-szer akkora távolság, mint a Föld-Hold távolság, nap körül keringene a Földtől egy kicsit lemaradva a Föld pályáján. 5 millió kilométer távolság az annyit jelent, hogy olyan hosszú hullám hosszú, azaz nagyon alacsony frekvenciás gravitációs hullámokra is érzékeny egy ilyen rendszer, amelyet szupernehéz fekete lyukak egymás körüli keringéséből várunk, azaz, amik a galaxis közepén összeolvadó szupernehéz fekete lyukakból keletkeznek. A földi távcsövek igazából csak kis tömegű fekete lyukakra lesznek érzékenyek, azoknak az összeolvadására, azoknak a gravitációs hullámára, de az űrbe telepített LISA, Laser Interferometer Space Array, vagy antenna, nem is tudom pontosan a rövidítést, hogy az A betű mit jelent, amit egyelőre csak terveznek, az ESA-ban, a European Space Agency-ben már építik azt a berendezést, amit 1-2 éven belül valószínűleg föl is bocsájtanak, úgy fogják hívni, hogy LISA Pathfinder, ez 2 pici űrszondából áll, a Pathfinder feladata egy technológiai demonstráció, hogy tényleg megvalósítható ez a dolog. 2 lézerrel egymást el lehet találni a 2 űrszondának, és tudják mérni egymás távolságát elég precízen.
akkor el fog készülni egy évtized múlva, a következő évtized közepére talán a Nagy Liz, ahol már 5 millió kilométerre lesznek egymástól, három darab nagyobb távcső. Az előadásomat itt zárom azzal, hogy természetesen a saját kutatásainkról is tudnék még beszélni, és hogyha lesznek kérdések, arról is fogok, de az egy órát azt nem nagyon szeretném túllépni. Én néhány képet vetítek csak, hogy felkeltsem az érdeklődést, ha itt valaki utána még ráér egy kis diszkuszióra, akkor beszélhetünk erről is. Ezt a képet, az előzőt, ezt a LIGO mellett készítettem én, amikor beszereltük a saját műszerünket. Ez egy infrahang detektor, amit Budapesten fejlesztettünk. Azért van szükség infrahang detektorra és egy rakás más környezetet monitorozó detektorra a LIGO mellett, hiszen a LIGO nagyon érzékeny, pici, érzékeny kell, hogy legyen, mert finom effektust kell, hogy kimutasson. Ha elmegy egy teherautó vagy vonat a közelében, ha szeizmikus zavarok vannak, az sokkal nagyobb hullámzás, mint maga a gravitációs hullám, amit várunk. Sok ilyen detektorral kell körbevenni, például szeizmográffal a LIGO-t, hogy kiszűrjük a lokális zavarokat, és ténylegesen csak a kozmikus gravitációs hullámokra legyen érzékeny. Az infrahangok ugyanilyenek. Alacsony frekvenciás hangok messze tudnak terjedni, megrengetik az ablakot, a falakat, megzavarhatja a mérést. Mi egy ilyen műszert fejlesztettünk, amivel ezt lehet kiszűrni. Egy bányába lementünk, ki is próbáltuk, hogy hogyan működik. Fejlesztünk a LIGO számára adatfeldolgozó programokat, és talán ez a legutolsó szimuláció, amit meg szeretnék mutatni. Azon is elgondolkoztunk, hogy mi történne akkor, hogyha ténylegesen összeütközne két ilyen fekete lyuk, amiről gondoljuk, hogy összeütközik. Biztos, hogy csak gravitációs hullámjele van neki? Nem képzelhető el, hogy esetleg egy optikai távcsővel is látszik valami? Ugye jó lenne, hogyha a gravitációs hullámjelét látnánk, és nagyjából tudnánk, hogy az honnan jön, akkor odafordítanánk az optikai távcsöveket, és azzal is megnézni. Esetleg rádiótávcsövet, vagy ultraibolya távcsövet, vagy röntgentávcsövet. Valamilyen elektromágneses jele van-e annak, hogyha két fekete lyuk összeütközik? Legyen ez az egyetlen pici hazabeszélés a saját projektjeink közül az egyik, amit röviden bemutatok itt az előadásom legvégén. Azt gondoljuk, hogy ha összeütközik két fekete lyuk, azt tudjuk, hogy nem izotróp módon bocsájtják ki a gravitációs hullámokat, ami annyit jelent, hogy nem ugyanannyi megy a gravitációs hullámból minden egyes irányba, nem egyformán. Egyik irányba több megy, a másik irányba kevesebb. Hogy a lendülete megmaradjon a rendszernek, akkor az összeolvadt fekete lyuk ki kell, hogy löködjön az ellenkező irányba. És a számítások azt mutatják, hogy ilyen összeolvadt fekete lyuk, az valamekkora sebességgel megindul az összeolvadás során, pontosan azért, mert a gravitációs hullámokat az egyik irányba jobban bocsájtja ki, a másik irányba visszalöködik. Ez a kezdeti sebesség, ez uszkve 500, esetleg 5000 km per szekundum. Ez kozmológiai méretekkel nem túl nagy. Nem is fog eltűnni az a fekete lyuk, egy kicsit oszcillál és lelassul ott a galaxis közepén, nem fog elszökni feltétlenül, de egy kicsit megmozdul. És azt gondoljuk, ezt mutatja a mi szimulációnk, hogyha az egymás körül keringő fekete lyukak, azt is lehet tudni, hogy egy gázkorongot összesöpörnek maguk körül, méghozzá egy olyan érdekes gázkorongot, aminek a közepében nincsen gáz, csak egy ilyen korongszerű alakzatban gyűlik össze gravitációs okokból körülött a gáz. Ha kilöködik a fekete lyuk, esetleg belemehet ebbe a gázkorongba. Ha pedig belemehet a gázkorongba, akkor magával rántja ezt a gázt, az a gáz össze tud sűrűsödni, ott lökéshullámok lehetnek, és akkor már fényjelenség járhat ennek az összetorlódásnak a folyamányaként, hogy összerántjuk a gázt, és esetleg összesűrűsödik valamennyire. A következő és utolsó diánkon ilyen szimulációkat szeretnék mutatni. Például ott jobbra fölül, hogyha elindul, a kilöködő fekete lyukhoz rögzített koordinátarendszerben, ami igazából a valóságban fölfelé halad, látjuk, hogy viszi magával a gázt, és a normálisan keringő gáz, attól, hogy elindul az egész rendszer egy függőlegesen fölfelé ezen az ábrán, elkezdenek ilyen spirál alakzatok torlódni föl a gázban, és minthogyha ott olyan erős torlódások lennének, hogy a sűrűségnek ugrása van, vannak lökéshullámok, lehet belőle fényjelenség. A következő ábrán itt egy nagyobb sebességi kilöködést mutatok, ahol a gáz egy része nem is tud már nagy sebességgel menni a fekete lyuk körül, de ami megy, az egész érdekes alakzatokat mutat, és itt vannak ilyen éles sűrűségugrások,
kausztikáknak nevezzük ezeket, amiből talán lehet fényjelenség. Én azzal foglalom össze ezt a gondolatot, és zárom be az előadásomat, hogy körülbelül itt tartunk ennek az elméletnek a verifikálásával, a bizonyításával. Látjuk már, hogy vannak szuper nehéz fekete lyukak a galaxisok magjaiban, látjuk, hogy összeütköznek galaxisok, a számítógépes szimulációk azt mutatják, hogy akkor a bennük lévő fekete lyukak is összeütköznek, és a gravitációs hullám detektoraink azok technikailag ott tartanak, hogy néhány év múlva reméljük, hogy fel is fedezzük ezekhez az összeolvadásokhoz tartozó gravitációs hullámokat is. Ezzel köszönöm meg a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük Frey Zsoltnak ezt az érdekes és látványos előadást, és nyilvánvaló, hogy a téma érdekességéhez nagyon rövid volt az idő, úgyhogy feltételezem, hogy sok megválaszolatlan kérdés maradt még, amit a hallgatóságot jobban érdekli, nyugodtan rá lehet kérdezni, tessék. Tessék. Tehát beszélgetetőn arról a távcsőről, amit 2020-ra fejeznek be, és 2021-2 körül kezd majd méréseket, és észrevettem, és az marad meg bennem, hogy folyamatosan nő ezeknek a hatékonysága. Viszont én kíváncsi lennék arra, hogy ön lát-e a közeljövőben még egy hasonló projektet, és hogyha lesz, akkor annak mi lesz a célja? Mert hogy lesz-e még a 2020-ban elkészült távcsőnek egy utódja, dolgoznak-e már rajta, és hogyha lenne ennek utódja, akkor annak mi lenne a célja, hogy mennyire redukálná, vagy mennyire lenne hatékonyabb, vagy mi lenne egyáltalán a célja annak a távcsőnek? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és természetesen én nagyon öncélúan egyetlen egyfajta méréskörről beszéltem. Arról, hogy hogyan működnek azok a cél távcsövek, amik kifejezetten arra lettek tervezve, hogy a galaxisok eloszlását mérjék föl az égen. Ugye azt magyaráztam, hogy annyira sok idő megmérni egy-egy galaxis távolságot, hogy igazából erre dedikált céltávcsövet kell építeni, ami csak ezzel foglalkozik. És a Sloan, a Pan-STARRS, meg majd az LSST, az ilyen célra készült, égfeltérképezés céljára készült dedikált távcsövek. 2032 után még nem látunk, hogy milyen céltávcső készül majd égtérképezésre, de a csillagászatnak van egy rakás más feladata, amihez általános célú vagy más speciális távcsövek kellenek, és ezek bőven épülnek, és ezeket bőven tervezzük. Tehát természetesen ez egy nagyon fontos kérdés, talán ez a legérdekesebb, hogy még nagyobb átmérőjű távcsövet építsünk, amivel még halványabb, még távolabbi objektumokat meg lehet figyelni. És tervek már vannak arra, hogy 30 méter átmérőjű tükröt építsünk. Az űrben nagyon jó telepíteni egy távcsövet, mert a Föld légköre az eléggé zavar. Két dolgot zavar be igazából. Elmosódottá teszi a képet, mert a vízpárán a légkörben való áthaladáskor szorodnak a fotonok, ezért nem lesz elég éles a kép. Plusz a Föld légköre nem nagyon engedi át az elektromágneses spektrum egy jelentős részét. A rádiótartományban enged át, ezért tudunk rádiózni itt a Föld légkörében, meg a látható fényt engedi át, látjuk egymást. De nem engedi át az ultraibolyát, nem engedi át a gammát, a röntgent, nagy szerencsére, mert elég sok röntgenforrás van az égen, nem sugároznak azok minket. Ezeket a csillagász szeretné tanulmányozni, mert nagyon sok fontos információ jön gamma, meg röntgen, meg ultraibolya tartományban. Ezért kell a Föld fölé, a légkör fölé telepíteni az űrtávcsöveket. Azt lehet tudni, hogy a Hubble űrtávcső, 90-es évek elején kezdte a munkáját, egy 2,5 méteres távcső, az lassan befejezi a küldetését. Többször már nem fogják megjavítani, ha legközelebb elromlik, le fog esni.
viszont már tervezik a körülbelül 8 méteres utódját, amit James Webb Space Telescope-nak hívnak. Egy NASA adminisztrátor volt James Webb, arról nevezték el. És az évtized végére lehet, hogy az is készen lesz, és az űrbe kerül. Tehát van egy rakás új távcső, ami készül mindenféle más feladatra. Tessék megnyugodni, nem csak az égbolt térképezés van a világon, én az univerzum szerkezetéről tartottam ma előadást, és erre fókuszáltam. Tehát, hogyha odafejlődik a távcsövek hatékonysága, hogy 13,7 milliárd évre visszatekintsünk, akkor látjuk majd ez és robbanást, vagy hasonló? Vagy ezt nem lehet, ez paradoxon? Ez egy jó kérdés, de durván azt kell mondanom, hogy nem feltétlenül. Mert azért az ősrobbanás elmélete az elég jól ismert, és ismerjük az ősrobbanásból következő hőtörténetét az univerzumnak. Ugye minden, ami most itt a horizontunkon belül látszik, ebben a pontosan mondta 13,7 milliárd éves univerzumban, nagyon sűrű, nagyon forró, nagyon nagy nyomású volt korábban. Ezt egészen az úgynevezett Planck időig 10-42 másodpercig vissza tudjuk követni időbe. És hogyha onnan újra lejátszatjuk az eseményeket, akkor azt látjuk, hogy nagyon magas hőmérsékletől elindul, hűl az anyag, kifagynak belőle az egyre nagyobb anyagi részek, kvarkokból hadronok lesznek, aztán a hadronokból összeállnak az anyag, az atomok magját alkotó nukleonok, aztán ezek nukleoszintézis során hidrogént, héliumot, esetleg lítiumot építenek, utána befogják a szabadon repülő elektronokat, azaz lesz belőlük neutrális hidrogén. Egészen eddig az állapotig, amíg most gyorsan elsoroltam, amikor befogódnak az elektronok, és neutrális hidrogén atom keletkezik egy protonból, meg egy elektronból, ez körülbelül az univerzum 380 ezer éves korában következik be. Előtte nagyon forró plazma az univerzum anyaga. Úgy tetszik, azon nem látunk át. Viszont ezt a plazmát már látjuk indirekt módon, amikor összekapcsolódik egy proton, meg egy elektron, és neutrális, kívülről töltetlennek látszó hidrogénatom jön létre, akkor körülöttől cikázó fotonok már nem szórodnak az anyagon. Fotonok szabadon áramlanak tovább, úgy hűlnek, ahogy az univerzum hűl, és mára 3 Kelvin fokos foton háttéré hűltek ki, ez az úgynevezett mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás. És ezt már látjuk olyan távcsövekkel, amik a mikrohullámú rádiótávcsövek, amik erre a tartományra érzékenyek. Ha úgy tetszik, akkor tudunk egy olyan képet készíteni már ma is, ami az univerzum 380 ezer éves állapotát mutatja. Galaxisokat látunk, 12 milliárd éveseket, vagy ha úgy tetszik, durván 12 milliárd éveseket, de ezt a foton hátteret, ezt látjuk már egészen majdnem 13,7 milliárd évre visszatekintve is. Tehát igen, a kezdetek kezdetéig vissza tudunk nézni. Viszont miután ez a plazma kihűl és már nem fénylik, illetve úgy fénylik, hogy 3 Kelvin fokon fénylik, és azt látjuk a rádiótávcsővel, utána van egy elég hosszú szakasz, amíg semmi sincsen. Ezt kozmológiai sötét kornak nevezzük. Dark Ages angolul, amíg össze nem állnak az első csillagok ebből a gáztengerből, és be nem gyulladnak. Mert akkor kezdenek el energiát termelni, és akkor kezdenek fotont kibocsájtani. Tehát ha úgy tetszik, akkor egy idő után, amíg visszafelé látunk, amikor látjuk az első csillagokat, azután már nem látunk semmit. Illetve csak a foton hátteret látjuk, ami ugye mostanra elég hideg. Úgyhogy valóban a felismerés határait, vagy a megismerés határait feszegetjük, de nem fogjuk látni a pici pontot, ezt nem így kell elképzelni, az ősrobbanás pillanatát. Igen. Az előadásban talán nem esett szó erről explicite, de azt kérdezném meg, hogy a
sötét anyag kutatásáról, hogyha tudna valamit mondani, hogy az hol tart, vajon milyen részecskék alkothatják a sötét anyagot. Köszönöm. Azt, hogy az univerzumban nem csak világító anyag van, hanem kell sötét anyag is legyen, azt onnan tudjuk, hogyha például ránézünk egy közeli galaxisra, vagy akár a mi galaxisunkra, és nézzünk olyan csillagokat, amik a galaxis szélén keringenek, a galaxis körül, a már ma említett Kepler törvény alapján, amikor megmértük a tömegét annak a nem látható fekete lyuknak a galaxisunk középpontjában. Hogy csináltuk? Azt hát kirajzoltuk a csillagok pályáját, ugye? Milyen gyorsan, mekkora ellipszis pályán keringenek ott a nem látható objektum körül, abból meg tudom mondani, hogy mekkora az objektum tömege. Ugyanezt tudom csinálni az egész galaxissal. Megnézek egy csillagot, ami a galaxis szélén kering, vagy a galaxis körül kering. Abból, hogy milyen sebességgel kering, és milyen nagy pályán kering, ki tudom számolni, hogy mennyi az össztömege annak, ami körül ő kering. És azt veszem észre, hogy 10-szer akkora tömeg körül kering, mint ami látható a galaxisban, a világító csillagokban, amennyi van. Ebből gondolom, hogy a 90% a galaxis anyagának valamilyen fajta eddig ismeretlen sötét anyag kell, hogy legyen. A sötét anyagot továbbra is keressük. Egyre pontosabban ki tudjuk mutatni, hogy mekkora mennyiségű sötét anyagot keresünk, de nem nagyon tudjuk, hogy mi az a sötét anyag. Kétféle megközelítés létezik. Van egy csillagász megközelítés, meg van egy részecske fizikus megközelítés. A csillagászok azok úgynevezett mácsókat keresnek. A rövidítés az a Massive Astrophysical Compact Halo Object rövidítése. Nagy tömegű, masszív, asztrofizikai jellegű, tehát valamilyen makroszkopikus objektum, ami kompakt, mert nem nagyon látjuk a fényét, meg nem nagyon látjuk őket itt szaladgálni, és a galaxisunk úgynevezett hélójába, az őt körülvevő gömbszerű burokba kell ezeket keressük. Úgy tessék elképzelni, mintha a csillagászok Jupitereket keresnének. Ha egy rakás Jupiter-szerű objektum keringene itt a galaxis közvetlen közelében, azoknak nem látjuk a fényét, mert nincsen neki. Viszont elég sok tömeget hordozhatnak, hogyha sok ilyen Jupiter van. Ezek lennének a nagy tömegű, asztrofizikai jellegű, kompakt objektumok itt a galaxis hélójában. Azt látjuk, hogy van valamennyi, de valószínűleg nem annyi, amennyi megmagyarázna az összes sötét anyagot. A részecske fizikusok azok egy másik úton járnak, ők WIMP-eket keresnek, Weakly Interacting Massive Particles, a WIMP rövidítés feloldása, gyenge kölcsönhatásban résztvevő, tömeggel rendelkező egzotikus részecskékben látják ők a sötét anyag magyarázatát. A neutrino részecske az ilyen lenne. A már említett Szalai Sándor és Marsz György 1972-ben az ELTE-n publikált egy nagy hatású cikket, amiben azt mondták, hogy ha a neutrinónak körülbelül 20 elektron volt lenne a tömege, akkor a körülöttünk szaladgáló neutrinók azok megmagyaráznák a sötét anyagot. A neutrinók azok csak gyenge kölcsönhatásban vesznek részt, átszaladgálnak itt a testünkön, az egész Földön, anélkül, hogy bármilyen kölcsönhatásba lépnének velünk. Tudjuk, hogy sokan vannak, ha volna egy pici tömegük, akkor az kiadhatná a sötét anyagot. Akkor, amikor 72-ben ez a cikk megszületett, akkor még nem lehetett mérni ennyire pontosan a neutrinok tömegét. Még ma se tudjuk mérni a neutrinok tömegét teljesen pontosan, de a tömegmérés pontossága ma már egy elektron volt. És egy elektron volt mérési pontosság mellett nulla elektron volt tömeget mérünk. Ami mit jelent? Hogy még mindig nem tudjuk pontosan, hogy mennyi a neutrinok tömege, mert egy elektron volt a mérés hibája, tehát valahol nulla és egy között kell, hogy legyen. Mindenféle egyéb részecske fizikai meggondolásból azt gondoljuk, hogy nem pontosan nulla a neutrinok tömege, nem tömeg nélküli részecskék, kell, hogy legyen valami tömegük, de biztosan egy elektron volt alatt van, tehát picike. Arra semmiképpen nem elég, hogy megmagyarázzák a sötét anyagot, mert az 20 elektron voltnyi tömeg kellene. De valamennyit magyarázhatnak a sötét anyagból, és lehetnek még más ilyen egzotikus részecskék, amik esetleg magyarázhatnak a sötét anyagból. Úgyhogy a kérdésre ilyen nagyon hosszan azt válaszoltam, hogy intenzíven folyik a kutatás. Vannak kísérletek, asztrofizikusok, részecskefizikusok részéről elképzelések, amik valamennyit magyarázhatnak a sötét anyagból, de igazi válaszunk még nincs. Szeretném kérdezni, hogy két galaxis összealvadásának milyen hatása van például a naprendszer vagy a Föld szempontjából?
Ez egy igazán jó kérdés. Azért, mert hát nyilvánvalóan nagyon tanulmány, azért nem tudjuk, a numerikus szimulációkból láttuk, hogy nem teszi jót a galaxisnak, hogyha összeütközik egy másikkal, de nem is feltétlenül végzetes. Elmondom, hogy miért. Mekkora a hatása egy ilyen összeütközésnek, az attól függ, hogy mennyire pontosan a közepén találja el egymást a két galaxis. Hogy a magok, a központi fekete lyukak mennyire pontosan egymás felé irányulnak. Mert akkor nagyon szétesik a galaxis. Ha azt mondom, hogy a közepük elhalad valamennyire egymás mellett, és csak így a korongjuk fed át, csillagászati számítások azt mutatják, hogy át tudnak úgy haladni egymáson, hogy semmi nem történik velük. Mert relatívan ritkán vannak a csillagok az égen. Tessék itt megnézni, hogy hol van a legközelebbi csillag, ugye 4 fényévre. Ahhoz képest a csillag átmérője nagyon picike. Ha itt jönne egy másik galaxis, ugyanilyen kicsi csillagsűrűséggel, lehet, hogy úgy áthaladna, hogy nem nagyon térítené le a napot a pályájáról, a galaxis középpontja körüli pályájáról, pláne a Földet nem szórná ki a nap mellől. Tehát elképzelhető, hogy van egy bonyolult átalakulás, de nem feltétlenül halálos a jelenség. És természetesen ez egy statisztikai kérdés, van 100 milliárd csillag. Biztos jó sokan összeütköznek, jó sok bolygó leszakad a pályájáról, közelebb kerül hirtelen a galaxis középpontjához, ahol nagyobb a forróság, az megint csak nem egészséges. A legfontosabb viszont az a következő, hogy galaxisokban, a korongban, a csillagok között sok a gáz. Ha összeolvad két galaxis, akkor összeolvad a közepén a fekete lyuk is, egy kicsit nagyobb fekete lyuk lesz, de a galaxis összedarálásából, gyúrásából az következik, hogy egy kis gáz, nem is kevés feltétlenül, oda kerül a fekete lyuk közepébe. Ekkor ez a fekete lyuk, ez újra begyullad, mint kvazár. Ha úgy tetszik, megint aktív lesz a galaxis magja, mert megint magába tud szívni gázt, kapott egy kis üzemanyagot, feltankoltuk. Akkor megint olyan, mint egy aktív galaxis maggal rendelkező galaxis, az nagyon fényesen világít, attól megsülünk, mert az nem egészséges. És ez a periódus aztán mondjuk néhányszor 17. év után, tehát néhány 10 millió év után abba marad. A mi saját szimulációink azt mutatják, hogy szélső esetben 100 vagy akár 1000 ilyen kvazár perióduson is áteshet az univerzum teljes élettörténete során egy ilyen fekete lyuk. Nem csak azzal nő, hogy gáz szív magába, hanem azzal is, hogy összeütközik, akkor mondjuk megduplázódik a tömege, aztán megint kap egy kis gázt, azt megint magába szívja. Aztán következő ütközésnél, hogy egyre nagyobb lesz a galaxis, megint kap esetleg egy kis gázt, azt megint magába tudja szívni. Tehát többször fölgyullad, mint kvazár, több kvazár perióduson keresztül megy az univerzum története során. Úgyhogy sok érdekes és veszélyes jelenséggel jár egy galaxis összeütközés, de nem feltétlenül ütközünk össze egy másik csillaggal abban a pillanatban, amikor két galaxis áthalad egymással. Az Androméda és a tejútrendszer összeütközése elképzelhető, és számításokat végeznek erre? Teljesen természetes. Én a negyedéves előadásomon az egyik legkorábbi házi feladat, amit föl szoktam adni, hogy mondják meg, hogy mikor fog összeütközni az Androméda és a tejútrendszer, ez kb. 7 milliárd év múlva fog bekövetkezni. Ha úgy tetszik, 14 milliárd évesre az univerzumunk, ez az összeütközési folyamat a kétharmadánál jár. Ugye minden szétfröccsen, tehát elvileg távolodni kell, az összes galaxis távolodjon egymástól, de a lokális gravitációs vonzás ezt a távolodást legyőzte, és az Androméda meg a tejútrendszer már egymás felé halad. Pontosan ki lehet számolni néhány egyszerű számból, hogy 7 milliárd év múlva össze fogunk ütközni. Bennem is felmerült vagy két kérdés, legalább az egyiket felteszem. Ugye itt arról volt szó, hogy néhány év múlva valószínűleg ki fogjuk tudni mutatni a gravitációs hullámokat. Ki lehet-e majd mutatni azt, hogy milyen irányból jönnek, és hogyan? Ez azért nagyon érdekes kérdés, mert konkrétan ezen a feladaton mi is dolgozunk. Ugye egy távcsővel valamerre nézek, az objektum, amit nézek, az ott van a távcsőnek a tengelyében. Amerre mutatok vele, amerre nézek, arra van a forrás. A gravitációs hullám detektor meg van építve a Földön, és bármelyik irányból érkezik, kisebb-nagyobb mértékben hat a távcsőmre. Nem tudom, hogy milyen irányból jön. De ha van 3 ilyen távcsövem a Föld különböző pontján,
akkor háromszögelés módszerével nagyjából meg tudom mondani, hogy milyen irányból kellett, hogy jöjjön a gravitációs hullám. A LIGO az kettő darab ilyen detektorral rendelkezik, amit ott láttak a sivatagban a képet. Méghozzá az USA-ban van mind a kettő, az egyik Washington államban, Hanfordban, amiről a képet mutattam, a másik meg Livingstonban, Louisiana államban, New Orleans-től egy kicsit északra, körülbelül 3000 kilométerre a másiktól. Azért építettek az USA-ba kettőt, mert mondtam, hogy a zajokat ki kell szűrni. Én elsétálok, az is zaj, nem csak a teherautó meg a vonat. Nem vagyok abban 100%-ig biztos, hogy minden lokális zavart ki tudok szűrni. De ha egymástól 3000 kilométerre lévő két gravitációs detektor ugyanazt a hullámzást érzi, akkor az valószínűleg kozmikus eredetű és nem lokális zavar. Tehát az USA-ban eleve kettő készült ebből a célból. Olaszországban franciák és olaszok építettek egy picit kisebb detektort, amit Virgónak hívunk. Ez Cassinában van, Pizzától egy pár kilométerre délre. És adatcsereegyezmény kötöttek a LIGO-val pont azért, hogy akkor a három detektor együtt már használható arra, hogy háromszögeléssel meghatározzuk az irányt. Amit az én egyik nagyon sikeres doktoranduszommal publikáltunk a diploma, a PhD munkája részeként, az pedig egy olyan magyarázat volt, hogy az a LISA, ami az űrben fog keringeni a nap körül, a Föld pályáját követve, az is ki tudja mutatni az egy detektor csak az irányát egy gravitációs hullámnak, hogyha azt kellőképpen hosszan tudja érezni. Amikor elkezd egymás körül keringeni az összeolvadás előtt közvetlenül már nagyon közel egymáshoz két fekete lyuk, akkor már érezhető valamennyi gravitációs hullám belőlük. Az összeolvadás pillanatában jön ki a legnagyobb hullámzás, de előtte is van valamekkora szignál. Azt számoltuk, hogy ha körülbelül 10 napig tudjuk mérni a szignált, akkor a nap körüli pályáján annyit elmozdul, mivel körülbelül körpályán mozog ugye a nap körül ez a detektor, hogy a körpályán való mozgása modulálja a gravitációs hullámot annyira, hogy abból ki tudjuk találni, hogy milyen irányból jön a gravitációs hullám. Tehát, hogyha a mozgó, a térben elmozduló detektor elég sokáig, és az mozog, ami az űrben van, a nap körül elég jól kering, ha az elég hosszan, egy hétig, 10 napig érzékeli a hullámot, akkor már abból az egy detektor jeléből az elmozdulás miatt is kikövetkeztethető a gravitációs hullám iránya. Köszönöm szépen. A fekete anyag az univerzum 90%-át alkotja. A gravitációs hullámokat az nem amortizálja ez az anyag. Erre gondoltak? Természetesen. Itt kétféle jelenségre is lehet gondolni. Nem csak feltétlenül a sötét anyag, de a világító anyag is. Tehát az anyagtartalom, az ugye, ha úgy tetszik, útjában van a gravitációs hullámoknak. Ezt igazából úgy kell érteni, hogy a gravitációs hullám az azért a tér szerkezetében következő változás. Disszipálhatja, tehát csillapíthatja az anyag a gravitációs hullámokat, meg szórhatja is, eltérítheti esetleg. Ezekkel, mint elméleti lehetőségekkel, az ehhez értő, az általános relativitás elmélethez nálam sokkal jobban értő fizikusok alaposan foglalkoznak. És természetesen ismert, hogy várható, hogy van valamekkora jelenség, de nem amortizálja úgy a gravitációs hullámokat, hogy ne lehetne őket kimutatni. Pláne azért, mert vannak közelebbi, távolabbi források. Tehát valamilyen mértékben, hogy távolodik, amortizálódik, hogy önfogalmaz, de egy közeli forrás esetén nem feltétlenül. Lehetnek olyan közeli források és erős források, amit már a mai érzékenység mellett is érzékelnénk. Tehát ha például most robbanna föl egy szupernova a tejútrendszeren belül, az azonnal csilingelne a mostani érzékenység mellett is a LIGO-ban. Csak nem sűrűn következik be egy ilyen jelenség, de 1000 évet várnánk, ilyen is lenne. Ezért nem ez lesz az, amit a következő néhány évben felfedezünk. Növeljük az érzékenységet, hogy gyakoribb események ismérhetők legyenek a detektorra. Egy kérdésem, azt hiszem, ezt már egyszer megkérdeztem, de elfejtettem a választ, és hogy újból kérdem. Mikor egy ilyen szerkezeti térképet csinálunk, nagyskálájú szerkezeti térképet, azt mondjuk, hogy ez egy fénykép az univerzumra, de ez egy kicsit csalók a fénykép olyan szempontból, hogy a különböző távolságokon levő objektumoktól a fény különböző idő alatt teszi meg az utat. Tehát
végül is ez egy nagyon hamis kép, hogyha csak azt nézem, amit egy adott pillanatban látok, és ezt nem vetítem vissza arra, hogy az időben a távoli objektumokból sokkal többet jött a fény hozzám. Na most ez korrigálva van ezeken a képeken, vagy ezt még korrigálni kell, vagy hogy is korrigáljuk ezekre? A válasz az egyszerű és kettős. Az egyik az, hogy természetesen ezek jól ismert jelenségek, tehát ezeket lehet korrigálni, és ha úgy tetszik, akkor korrigálva vannak. Illetve nem jelentősek. Tehát azt tessék elképzelni, hogy az a Sloan Digital Sky Survey, ami 1 millió galaxist rárakott a térképre, és 100 milliót lefényképezett, az a horizontunk térfogatának még mindig csak a középső 1/1000-ét látja. És abból is csak a közeliek és fényesek vannak a térképre rakva. A tipikus vörös eltolódás, hogy szakkifejezéssel használjak a Sloan Digital Sky Survey esetén 1/10. Ezek nem nagyon nagy sebességgel mozgó, nem nagyon távoli galaxisok. Tehát pici korrekcióra van csak szükség. Most még, mert nem látunk nagyon távol. Köszönöm, ha van-e még egy kérdés? Azt gondolom, hogy a felmérés folyik. Semmi olyan aszteroidát nem találtunk, ami a közeljövőben minket veszélyeztetne. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy ilyen nincs, de az egyre alaposabb felmérések még nem találtak. A felmérések tovább folynak, és minél alaposabbak lesznek. Nem fejeztük ezt a felmérést még be, de eddig nem találtunk. De nyomon követjük a megtalált aszteroidáknak a pályáját, és ki lehet számolni, hogy milyen távolságban haladnak el mellettünk, és a tipikus egységek, távolságegységek, amivel ezt kifejezzük, az a föld-hold távolság. És esetleg néhány föld-hold távolságban, hol túloldalán halad el. Ha már a föld és a hold között elhalad, az már közel van. De ilyenek is nagyon ritkák. És a föld-hold távolsághoz képest a föld mérete az még sokkal kisebb. Hát én azt hiszem, hogy mi nagyon sokáig tudnánk folytatni a kérdések sorát. A következtetésem az, hogy Frey Zsoltot legalább még egyszer meg kell hívjuk hozzánk előadni. Úgyhogy akkor azt hiszem, hogy evel lezárhatjuk, és nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt az érdekes előadást és kérdéseket. Köszönöm.